Lettország. Tartanak a szomszédos oroszoktól. Norvégia. Nők a fedélzeten. És Franciaország. Egy sör, amely boroshordóban érlelődik. Köszöntöm Önöket, ez itt az Európeo, a Deutsche Welle hírmagazinja. Lettország már több mint 30 éve függetlenedett a Szovjetuniótól. A szovjet megszállás traumája azonban az ukrajnai háború kezdete óta sokakban újra felszére tört. Az Oroszországgal szembeni bizalmatlanság egyre nagyobb. Lettország így annak ellenére is megszakított szinte minden gazdasági kapcsolatot az oroszokkal, hogy nagyban fügtek tőlük. Ez pedig főleg a kisvállalkozók életét nehezíti meg, akiknek nincs olyan sok tartaléka. Janis Rosenthal kézzel készíti sájait. Napi mintegy 8 méternyi anyagot sző, ami 6 sára elég. Felesége Laila az értékesítésben segít. Janis már több mint 20 éve vállalkozó, de most bizonytalanná vált, hogy meddig tudja még folytatni. Az ukrajnai háború mindent megváltoztatott. Nagyon aggódom a háború miatt. Az ember nem tudja, mennyibe fog kerülni az üzemanyag a benzinkúton. És már a villany felkapcsolása is csak emészti a pénzt. Janis a házát is most építi. És bár barátai segítenek a munkában, az építőanyagok ára Lettországban a másfélszeresére nőtt, ami kisleteti a munkák befejezését. A család egy gyönyörű vidéken fekvő, kis nyugat-lettországi faluban él. Janis minden reggel autóval viszi a gyerekeket az iskolába, és később ő is hozza haza őket. De nem minden olyan idilli, mint amilyennek elsőre látszik. A mindössze 2 millió lakosú Lettország az Európai Unió egyik legszegényebb országa. Gazdasága szoros szálakkal kötődik Oroszországhoz. Így a háború katasztrofális hatással volt a Janishoz hasonló üzletemberekre. Mindig is szorosan együttműködtünk oroszországi üzleti partnerekkel, és az ottani emberek mindig is akarták a termékeinket. Most mindez megszűnt, és ennek a félredobása nagyon szomorú. Lettországban a keleti szomszéd miatti nyugtalanság a háború kezdete óta folyamatosan nő. A lettek már több mint 30 éve függetlenedtek a Szovjetuniótól. Ukrajna inváziója mégis traumatikus emlékeket idézett fel bennük. Olyan érzés, mint az apokalipszis. Teljesen összezavarodva ébredsz. Olvasod a híreket, és azon tűnődsz, mi a fene folyik a világban. De remélem, hogy a dolgok jobbra fordulnak. Ez az emberi természet, hogy a legjobbat hozzuk ki a dolgokból. Janiszék nyugat-lettországi házától mindössze néhány órányi autóútra van a keleti, orosz határ. A két országnak hosszú közös történelme van. De ebből mára csak a fenyegetettség érzése maradt meg. Lassan egy éve tart a háború Ukrajnában. Oroszország folyamatos támadásokkal próbálja tönkretenni az ország infrastruktúráját, köztük az internetszolgáltatást is. Ez utóbbi nem csak a kapcsolattartás miatt fontos, hanem azért is, mert Ukrajna gazdaságában fontos szerepe van az informatikai szektornak, amely a háború ellenére is próbálja folytatni a munkát és teljesíteni a megrendeléseket. Natália Sziromahának elvileg nem itt, hanem a kelet-ukrajnai Harkivban kellene lennie. Programozókból és szoftverfejlesztőkből álló csapatának egy része még mindig ott van. De ő most a háború miatt Krakkóban, a szomszédos Lengyelországban él és dolgozik. Minden reggelt úgy kezd, hogy megkérdezi, hogy vannak ukrajnai kollégái. Csak ezután beszélnek a munkáról. We all keep doing our best. Továbbra is megteszünk minden tőlünk telhetőt. Tudjuk, hogy átlag felett kell teljesítenünk ahhoz, hogy sikeresek legyünk, és támogatni tudjuk az országunkat. Able to support our country.
Harkiv közvetlenül az első orosz támadások után. Ezek privát felvételek a városról. Sok helyen még mindig nincs áram és telefonszolgáltatás sem. A távközlési dolgozók külföldről próbálnak segíteni a harkivi embereknek. A legnagyobb gondunk, hogy akadozik az áram és a mobil szolgáltatás. Így nem mindig van kapcsolatunk a munkatársainkkal. A legtöbben Harkivban dolgoznak, és sokszor nem tudjuk, hogy biztonságban vannak-e. Alla Strucheva eddig háromszor tért vissza a szétbombázott városba, hogy a helyszínen segítsen. Ezt a felvételt első visszatérésekor idén májusban készítette a házában, amely Harkiv egyik külvárosában áll. Már akkor nagy pusztítást hagytak hátra az oroszok. Hónapokkal később, szeptemberben még rosszabb volt a helyzet. Az orosz megszálló csapatok kivonulása után a házából tulajdonképpen már csak a falak maradtak. Alla munkatársai nehéz körülmények között dolgoznak azon, hogy újra és újra megjavítsák a harcokban megrongálódott internetes kábeleket. Sokszor csak a zseblámpa világít nekik áram hiányában. Az internet helyreállítása ugyanakkor nagyon fontos feladat. Ez jelenti a kapcsolattartást a külvilággal a magánemberek és a cégek számára is. A védősisakok és a golyóálló mellények a műszerészek alapfelszerelésévé váltak. Egészen máshogy volt ez a háború előtt. Akkor több mint 250 ezer ukrán dolgozott az IT-szektorban. Fontos iparág ez Ukrajnában. Még a háború évében is növekedni tudott 23%-kal. A nyerességből az ország kórháza is részesülnek. Az IT-szektor sokat áldoz az ország védelmére. Csak mi Harkivból több mint 26 millió eurót adományoztunk, és folytatni fogjuk. Vissza Krakkóba, Lengyelországba. Natália Sziromaha már talált lakást, a gyerekeinek iskolát, és mindannyian lengyelül tanulnak. De menekültnek érzik magukat. A fiam mindent inkább csendben dolgoz fel. Azt vettem észre, hogy hirtelen felnőtt lett. A lányomnak nehezebb volt megérteni, hogy mi történik. Mindig azt kérdezgette, hogy miért? Mit csináltunk rosszul? Miért veszítettem el mindent? Miért kellett elhagynom a barátaimat? We all come as snails right now. Olyanok lettünk, mint egy csiga. A csigának mindig ott a hátán az otthona, mint nekünk. Mi is magunkkal cipelünk egy kis darabot Ukrajnából és Harkivból. Bár itt vagyok, a lelkem mégis Harkivban van, és Ukrajnában. Even though I'm here, I'm still in Kharkiv, I'm still in Ukraine. A depresszió napjainkban már népbetegségnek számít. Szakértői becslések szerint 100 emberből legalább 16 szenved életében legalább egyszer depresszióban. A Deutsche Welle stábja egy olyan speciális belga beteggel forgatott, akinek terapeutája szokatlan utat választott a gyógyuláshoz. Múzeumokba küldte, és ezt hivatalosan receptre írta fel. Sok embernek nem jelentenek boldogságot az ünnepek. Brüsszel egy kísérleti projekttel próbál ezen segíteni. Azt tesztelik, mennyire hatékonyak a múzeumlátogatások a depresszió kezelésére. A múzeumot az orvos írja fel receptre. Az egyik beteg Stefan Kompion megengedte, hogy elkísérjük az egyik kezelésére, az öt múzeum egyikébe, amelyek részt vesznek a projektben. Az alapgondolat az, hogy mozduljunk ki, menjünk el otthonról, és találkozzunk másokkal. Szerintem ez benne az érdekes. Stefan a Csatorna Múzeumot választotta. Ez az egyetlen múzeum, ahol még nem voltam. A depressziós férfi azt mondja, teljesen mindegy, hová megyünk, az a fontos, hogy kimozduljunk otthonról. Szerinte a vényköteles projekt használ a hozzá hasonló betegeknek. Ilyenkor elfelejtem a problémáimat, és látom a világ csodáit.
Terapeutája Vincent Lustigier, a Brugman kórházban orvos és lelkes támogatója a projektnek, amelyben most már 20 orvos vesz részt. Szerintem ez mindenki számára hasznos lehet, de még így is vannak olyanok, akik nem akarnak kimozdulni, mert félnek elhagyni a helyet, ahol élnek. A legtöbb depressziós beteg azonban érdeklődik a lehetőség iránt. A projekt most fél időnél tart. Dr. Lustigier szerint a betegek visszajelzései pozitívak. A beteg elkezd érezni, pozitív érzelmei lesznek, és azt érzi, hogy kapcsolatba kerül a normális közösséggel. A kísérleti projektet Delphine Hubá, a kultúráért felelős brüsszeli alpolgármester kezdeményezte. Nem csak a betegeknek adnak ingyen belépőjegyet, hanem három vendégüknek is. Azt remélik, ez hosszabb távon több kedvet csinál a múzeum látogatáshoz. A koronavírus járvány megmutatta, hogy az egészségügy rossz helyzetben van. Sok ember szenvedett, és a kulturális szektor is szenvedett. Ez előtérbe hozta a mentális egészség kérdését. Ez az innovatív és egyben nagyon egyszerű projekt egyesíti a kultúrát és az egészségügyi szektort, és segít az embereknek, hogy jobban érezzék magukat. A Brüsszelbe látogató turistáknak is tetszik az ötlet. A spanyol Maria Gómez Carmona azt mondja, neki is többször segített már a művészetterápia. Ha rosszul érzem magam, szomorú vagyok, vagy csak rossz kedvem van, elmegyek egy madridi múzeumba, és ez segít. A projekt márciusig tart, de a polgármester azt reméli, hogy a pozitív visszajelzések segítenek majd abban, hogy a terápia folytatódhasson. Hogy jobb kedve derítse az embereket Belgiumban, sőt azon kívül is. Norvégiában nagy hagyománya van a halászatnak, de elsősorban férfi szakmának számít. A női halászok száma nem éri el a 4%-ot. A norvégok most ezen szeretnének változtatni. Állami program támogatja a női halászok alkalmazását, és próbálja családbarátabbá tenni a szakmát. Hogy ez mennyire sikerül, arról Inge-Mari Höjland beszélt a Deutsche Welle stábjának, aki édesapjától tanult halászni. Inger-Mari Höjland akkor van igazán elemében, amikor hajóját a hullámok ide-oda dobálják. Halászként minden nap kihajózik a tengerre a nyugat-norvég fjordok közé, és segít apjának kihúzni a vízből halászhálókat, akár esik, akár fúj. Inger-Mari és az apja. Így ismernek bennünket a környék halászai. Nekem ez természetes. Őszintén szólva nem is értem, hogy ez máshol miért ilyen nagy szám. Pedig a 34 éves nő halászként igazi kuriózum Norvégiában is. Egy tavaly évvégi kimutatás szerint közel 10 000 halászból mindössze 400 a nő. Mari Höjland nem érti, hogy miért. Szeretek kint lenni a tengeren és fizikai munkát végezni. A hal itt a természet ajándéka, egy erőforrás. A halászat pedig norvég hagyomány. Én szeretném, ha ez így is maradna. A mai fogás nem volt túl bőséges. Az olyan partmenti halászok, mint Höjlandék nem tartoznak a gazdag halászok közé. Aki gyorsan akar meggazdagodni, az inkább haltenyésztésbe kezd. Inger-Mari apja örül annak, hogy a körülmények és a kemény munka sohasem tántorították el a lányát. Már gyerekkorában is érdekelte a halászat. Szerencsére ez ma már normális, és nem csak a főzés a nők dolga. Inger-Mari egyedül neveli gyerekeit, ha végez a tengeren, utána jön a háztartás és a két gyerek. Szülei telkén van a házuk. A halászok nem élnek nagy lábon, a gyerekek mégis anyjuk nyomdokaiba szeretnének lépni. Nem hiszem, hogy képes lennék sokáig egy nagyvárosban élni. Szerintem itt a helyem a parton. Britt Szále Instebő a Norvég Halászszövetségtől azt mondja, egyre több fiatal nőt vonz a halászat és a víz.
Az állam most támogatja is azokat a nőket, akik a halászat mellett döntenek. Ha egy kolléganőnk várandós vagy kisgyereke van, akkor fizetünk egy helyettesítőt, aki tovább halásza a területet. De a nagy vonóhálós halászhajókon végzett munka is vonzó lehet sok fiatal nő számára. Ott törvény írja elő ugyanis, hogy a fedélzeten töltött minden hónap után egy hónap szabadság jár. Inger Marinak azonban voltak már rossz tapasztalatai is kollégáival. Például, amikor néhány éve egy vonóhálós halászhajón dolgozott Észak-Norvégiában. Volt egy férfi halász, aki világossá tette számomra, hogy nem akar nőket látni sem a hajón, sem a kikötőben. Egyszerűen levegőnek nézett. De ez sem tántorította előtt a szakmától. 14 éves kora óta jár ki a fjordokba, és más nőket is szeretne erre ösztönözni. Kemény munka, de egy különleges életmód is egyben. Egy életmód, amely nők számára is vonzó lehet Norvégiában. A gyönyörű moldáv táj sok kincset rejt. Köztük például egy sziklakolostort, ahol már a 12. század óta élnek szerzetesek. Számuk az idők során folyamatosan csökkent, mára már csak egyetlen szerzetes maradt ott, Efimie testvér, aki 19 éve él ebben a történelmi barlangban. Fiatalként sokat utazott a világban, most viszont már a világ jön hozzá. Efimi testvér 75 éves, de jó egészségnek örvend. Napjait a szomszédos kolostorban kezdi, istentisztelettel. Utána pedig siet haza. Ehhez jó pár lépcsőt kell megmásznia. Otthona egy sziklabarlang, ami már a középkorban is szerzetesek menedéke volt. Állítólag a 13. század óta éltek itt szerzetesek. Az Enciklopédia Britannica szerint már a 12. században is. Nincs archívumunk, ezért nem tudjuk pontosan megmondani. Most már csak ő él itt több mint 18 éve. Nincs itt se víz, se villany, se fűtés. Csak egy parányi templom. Efimi előtte villanyszerelőként dolgozott, felesége és gyerekei voltak. Hogy miért hagyta maga mögött mindezt, arról nem beszélt. Azt viszont elmondta, hogy már a kommunizmus alatt gyerekként is lenyűgözte a vallás. Titokban jártam templomba. Ez 1955-60 körül volt, amikor ezt nem igazán engedték. A templomban volt egy hely, amelynek rácsos ablaka volt. Úgy második osztályos lehettem. Emlékszem, ahogy szorítottam a rácsokat, és addig nem engedtem el, míg vége nem lett a misének. Ma olvasással és hosszú imákkal telnek a napjai. Amikor imádkozom, béke tölt el. Néha fájdalom is. Szóval mindkettő. Fájdalom és béke. A falusiak gyakran jönnek hozzá, hogy imád kérjenek tőle a halottaikért. Kenyérrel vagy egy kis pénzzel fizetnek. És egyre több turista is érkezik, hogy megcsodálja a barlang kolostort. Ez a kíváncsiskodó például Japánból jött. Efimi kedvesen mutatja neki az utat. Amikor 18 éve idejöttem, és az emberek csak úgy betoppantak, kiabáltam velük. Most már nyugodtabb vagyok. Beszélgetek velük. A világ idejön hozzá, de ő már nem akar kimenni a világba. Amikor fiatal volt, sokat utazott. Ma beéri a barlangja előtti erkélyről nyíló kilátással a gyönyörű moldáv tájra. De vajon mit tud egy remete a külvilágról, például az ukrán háborúról? Ez a háború bonyolult, de spirituális okai is vannak.
Efimi testvér nem akar erre több szót vesztegetni. Egy ortodox szerzetesnek fájó pont ez a háború. De milyen tanácsot adna az emberiségnek? A vágyaidat kell megzaboláznod. Azt tedd, amit tenned kell, és ne azt, amit tenni akarsz. És akkor talán, ha helyesen cselekszel, akkor az emberiség hasznára leszel. Ez Efimi testvér üzenete az elszigeteltségből. Úgy tűnik, nem is kell közel lenni a világhoz, hogy jó tanácsot tudjunk adni neki. Önök szerint hol készül a világ legjobb sötét söre? Németországban? Belgiumban? Vagy talán a Cseh köztársaságban? Nem talált. A világ legjobb sötét sörének járó díjat egy franciaországi borvidéken készült sör kapta. A több mint 4000 versenytársat legyőző sört 36 hónapig egy régi boros hordóban érlelték. A Deutsche Welle stábja a díjnyertes sörfőzdében járt. Ez nem akármilyen sör. A kritikusok a világ egyik legjobbjának tartják. Az idei World Beer Awardson a sötét sör kategóriában első díjat nyert. A sörfőzők számára a World Beer Award maga a Szent Grál. És mivel ezt a sötét sört burgundi régi boroshordókban érlelik, a legjobb sörnek járó díj nemzetközi szinten is győzelmet jelent Franciaország számára. La victoire de la France à l'international. A dél-franciaországi Perpignan közelében fekvő Argelès-sur-Mer egy tengerparti városka, amely eddig inkább a strandjáról, mint a sörfőzésről volt ismert. A Cap Dona sörfőzde 1998 óta működik itt. Gregor Engler és Élodie Engler Puyol 20 éve vezetik a családi vállalkozást. Az alapítás óta az éves sörtermelésük 500 hektoliterről több mint 5000 hektoliterre nőtt. Söreinket legalább 18 hónapig érleljük, de van, hogy több mint 6 évig is. Ez kapta a legjobb sörnek járó díjat. Ez 36 hónapig érlelődött. A hordókat fél évente cseréljük, hogy a régi boros hordók eszenciájával fokozzuk a sör ízét. Gregor Engler sörfőzőmester 2-3 hetente mintát vesz a sörből, hogy ellenőrizze a minőséget és az ízeket. Itt a Cap Donánál minden lépésre odafigyelnek. A gabonától az erjesztésen át, a kész sörig. Az elképzelés az volt, hogy egy valóban francia sört készítsünk. Franciaországot egyre többen ismerik a finom söreiről, de mindenek előtt a borok országa marad. Ezek házassága teszi egyedivé a sörünket. A sötét sör a hangzatos Wood-aged Grand Cru Brun nevet viseli. A francia Pireneusok Szördány régiójából származó rosból főzik. A sörfőzde kizárólag helyi, biotermékekkel dolgozik. A Cap Dona kézműves söreit a legjobb helyi éttermek is felvették már az itallapra. A közeli Narbonban két Michelin csillaggal rendelkező Maison Saint-Cresson étteremben is rendelhetőek. A főszakácsunk 20 éve dolgozik a Cap Donával. A sörhelyi termék, ő csak a régióból származó termékeket használja. Nagyon kiegyensúlyozott ízű, nem túl erős, nagyon enyhe íze van. Argelès-sur-Mer-ben a sörfőzde sörkertje és tanyaboltja egyre több embert vonz. Sokan jönnek azért, hogy megkóstolják a díjnyertes sört. Egy kis üveg 15 euróért kapható. Nem olyan édes, de nem is keserű. A sör nagyon finom. Ha jó sörre vágyom, akkor a Cap Donába megyek. A legjobb sör a világon. Most mindenkinek itt lenne a helye. A legjobb világos sör, a legjobb rossz sör, a legjobb szeszes italos sör, és most a legjobb sötét sör. Az elmúlt 4 évben a Cap Donát elhalmozták díjakkal. Szeretnénk fenntartani a kreativitás és az avantgardizmus itteni hagyományait, és megtartani a minőséget, amelyet a vásárlóink annyira szeretnek, hogy együtt folytassuk ezt az utat az ízeken keresztül. Mennyiség helyett minőség.
Ez a dél-franciaországi családi vállalkozás megmutatta, hogy a legjobb dolgok néha kis adagban érkeznek. Ez volt az Európeo, a Deutsche Welle hírmagazinja. Köszönjük, hogy velünk tartottak. További Deutsche Welle videókért látogassanak el a DW Magyar Facebook és YouTube oldalára. Vigyázzanak magukra, a viszontlátásra!